Hallgatóság, kedves hallgatóim, kedves barátaim, a fenntarthatósági stratégiákról fogunk ma is beszélni. Ez most a másik alkalom ebben a képzésben. A legutóbb azt próbáltuk tisztázni, hogy egyáltalán mi az, hogy fenntarthatatlanság, mi az, hogy fenntarthatóság. Most bemegyünk a részletekbe. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez mennyire determinált sorsunk, hogy fenntarthatatlan módon élünk, vagy a mi bűnös választásunk, mármint a fenntarthatatlanság életmódja. Ezt szeretném végig gondolni, és ebben szerepemre van például az is, amit Csányi Vilmos az Emberi Gondolkodás című könyvében leír. Ő nagyon sok érdekeset ír arról, hogy mifajta sajátságai alakultak ki az embernek az evolúció során. Na mindesetre a fenntarthatatlanságnak ezt a három tényezőjét fogjuk végig gondolni, hogy túlnépesedés, túlfogyasztás és túlegyenlőtlenség. A túlnépesedés az jól ismert fogalom, a túlfogyasztás is, az, hogy nagylábon élünk, a túlegyenlőtlenséget nem szoktuk így mondani, de szándékosan írtam ilyen gondolatjellel, mert az egyenlőtlenség önmagában még nem baj. Akkor baj, hogyha az mértéken fölüli. Azt terveztem, hogy nézzük meg azt, hogy az evolúció során az ember mire szocializálódott. Tehát mifajta tulajdonságai maradtak meg, válogatottak ki az evolúció évezredei során. Hát ezt tudnunk kell azt, hogy mindenképpen egy törzsi társadalomra szelektálódtunk, törzsi társadalomra, tehát olyan társadalomra, ahol mondjuk 100-200-300 ember alkot egy törzset, és ők kell megtalálják az élet lehetőségeiket, többek között a többi törzssel szemben, azok ellenében, és olyan tulajdonságaik alakultak ki, amelyek erre az életformára alkalmasak. Ezt most azért hangsúlyozom, mert a mai ember biológiai adottságai, ahogy tetszik, genetikai adottságai zömmel olyanok, amelyek a törzsi társadalomra való szelekció, szocializálódás során alakultak ki. De mi most globális társadalomban élünk. Már nem törzsi társadalomban élünk, az nagyon régen volt. A kérdés tehát az, hogy ha sorra veszük azokat a jellemző törzsi sajátságainkat, amelyek vannak, akkor meg kell néznünk, hogy azok ma működőképesek-e vagy nem, és hogyan? Sorra veszek legalább 10-12 ilyen, nem tudom pontosan, majd kiderül a végén, hány ilyen tulajdonságot, amire szocializálódtunk, evolválódtunk, alakultunk. Az egyik az, hogy amíg csak van, addig egyed. De ha előtted van, egyed. Ez azért alakult ki ez a tulajdonság bennünk, és nem csak bennünk, ez minden állatban, minden élőlényben kialakult, mert a természet erőforrás korlátos. Rettentő ritka az ember nélküli természetben az, hogy valamelyik élőlénynek korlátlan erőforrásai legyenek. Ilyen nincsen. Mindenfajta nyersanyagból, de energiából is mindig valamifajta korlát van. Ezért érthető, hogy az élőlények arra alakultak, hogy ha csak erőforrás van előttük, például a táplálék, akkor azt el kell fogyasztani. Tehát ez nem emberi specifikus szabály, de minden esetre ránk is érvényes. Na de mi most gazdag világban élünk, amelyik erőforrás tekintetében úgy tűnik néha, hogy korlátlan. Vagy legalábbis annak tekintetű. Tehát mondjuk például az óceán végtelenségét mi végtelennek gondoljuk sokszor, pedig nem végtelen, csak nagy. Azt a tápanyag lehetőséget, amit a szántóföld kínál nekünk, azt korlátlannak tekintjük, pedig nem az, csak nagy. És rengeteg ilyen van, hogy mi korlátlannak gondoljuk, úgy vagyunk, mint a kismókus, vagy nem tudom is, amelyik beszabadul a kamrába, és ott rengeteg befőttet, meg nem tudom is, oda talál, és akkor nem bírja abba hagyni az evést, mert az az ösztön van benne, hogy ha élelmet látsz, akkor azt meg kell enni, mert nem biztos, hogy 5 perc múlva még mindig lesz élelem. Ez egy természetes állapot az állatunkban. De ez a mi esetünkben érthetően túlfogyasztásra vezet,
mert elő tudjuk állítani ilyen-olyan amolyan szempontból a korlátlanságot. Tehát az, hogy ma mennyit eszünk meg, mennyit eszik meg egy ember, az gyakorlatilag korlátlan. Hát én itt a példa arra, a túlfogyasztásnak ez az egyik biológiai háttere, hogy nem bírunk ellenállni annak, hogy nehezen, ha valami ital előttünk van. Na de, hát ez most már iráig ment, hogy a gazdagok többet költenek fogyókúrára, mint a szegények étkezésre. De mert elgondolkoztató, szörnyű helyzet, hogy ma már a túlsúlyosság, a kövérség az, ami nagyobb probléma a föld hátán, mint az éhezés. Jó, a mi számunkra, de ugyanakkor meg másfél milliárd ember számára meg az éhezés a fő probléma. Na, menjünk tovább. A másik ilyen tulajdonságunk az, hogy a szex számunkra több funkcióval rendelkezik, mint ami az állatvilágban szolgál. Tudjuk, a szexualitásnak az alap értelme nyilvánvalóan a reprodukció. Ez persze az embernél is így van, de nem csak. Mert a reprodukció, mint funkció, mint feladat mellette megjelent az is, hogy az örömszerző funkció, az, hogy a stressz, a feszültségoldás, a párkapcsolat erősítése. Ez mind beletartozik az ember esetében a szexbe. Kibővült a funkciója, gazdagodott a funkciója. Azt mondják a biológusok, etológusok, a viselkedéstanosok, hogy a szemben közösülés az tulajdonképpen ennek a megfelelő párja. Mert nem egyszerűen csak a reprodukcióról van szó, hanem a közös öröm szerzéséről van szó. És az embereken kívül a bonobók, ez egy csimpánzféle a bonobó, nál fordul elő szemben közösülés. Az állatvilágban mindenhol máshol hátulról való közösülés van. De a bonobók is felfedezték már a szexnek azt a funkcióját, hogy stresszoldás. Tehát, ha egy bonobó csoportban kitör valami háború, akkor a nőstény bonobók mennek a hímekhez és fölkínálják magukat szexuális kapcsolatra. És ettől a hímek rögtön lenyugszanak. Rögtön másra lesznek elfoglalva. Még mindig a szexel kapcsolatos, de egy másik dolog az, hogy az ember biológiai működése olyan folyamatos a szaporodási képessége. Hát ez nem jellemző az állatokra, mert minden állat fajra az jellemző, hogy az év bizonyos szakaszában, esetleg csak egy szakaszában szaporodás képes. Lehet, hogy két szakaszában, de mindesetre korlátozott, tehát kijelölt időszakaszok vannak, amikor egy nőstény egyáltalán párzásra képes az állatvilágban, vagy szaporodásra képes. Az embernél ez nem így van. Az embernél az év bármely napján, bármely évszakon lehetséges a szaporodás. Mind a nő, mind a férfi részéről erre megvan a lehetőség. Most ez is az oka, nem csak ez, de ez is az oka annak, hogy évente 140 millió születésből 100 millió nem tervezett, nem akart. Tehát szaporodunk, mert bármikor gyermeket nem szedünk. Ennek persze megvan a maga előnye, de ez a veszélye is megvan, hogy nem kívánt gyermekek is születnek nagyon nagy arányban. Nem tanultuk meg a nemzés kultúráját. Ez is a túlnépesedéshez vezet. És ez ebben a biológiai adottságunkból is hangsúlyozom, hogy is adódik, hogy folyamatos a szaporodás képesség. Most Európában a 15-16-17. Században jelentkezett egy óriási nagy túlnépesedés. Fejlődött az orvostudomány, és mi másokon meg a ellátás is jobb lett, mármint a táplálék lehetőség, higiénia jobb lett. Tehát nagy túlnépesedés volt Európában 1400-1500-as években. Hála Istennek, mármint mondja a fehér ember, európai ember, felfedeztük Amerikát, mert levezethettük oda a túlnépesedésünket. Tehát akiknek itt Európában nem jutott már elég erőforrása, hát azok elmentek Amerikába. Jó, hát persze más kontinensek meg az ott lakók kárára vezettük le a túlnépesedésünket, de mégis valamilyen módunk volt arra, hogy ezt levezessük. Megoldottuk valahogy. Elmentünk Amerikába, meghódítottuk Afrikát, meghódítottuk Ausztráliát, le tudtuk vezetni a fölösleges népességet. Na de most, a 19. 20. 21. században
erre egy kontinensnek sincsen már lehetősége. Tehát az a túlnépesedés, ami most Ázsiában vagy Afrikában van, vagy Dél-Amerikában van, az hova vezessék le, melyik kontinensre? Tehát az azt jelenti, hogy nekünk, mint hogy nálunk hamarabb következett a túlnépesedése, nekünk előnyük volt, mert bár mások kárára, de mégiscsak volt módunk arra, hogy levezessük a túlnépesedést. Egy mai fekete bőrű, vagy ázsiai, vagy ausztrál ember számára ilyen nincs lehetőség. Na most mi a teendő a túlnépesedés ellen? Hát lényegében két alapvető dolog van, a fogamzásgátlás és az iskolázás, főleg a lányoké. Tehát nem véletlen, hogy Indiában például lányok oktatását végzik civil szervezetek, magyarországi civil szervezetek például, bemérvén azt, hogy a lányok iskolázottsága az egyik legfőbb tényező abban a kérdésben, hogy hány gyermeket vállal egy család. Na, a következő téma az, hogy nekünk hüllő agyunk is van. Ez az agytörzs. Tehát az agyunknak a legősibb része. Ott vannak a biológiai ösztöneink központjai. Az evés, ivás, hőmérséklet szabályozás, szexuális tevékenység. Azért hívjuk hüllőagynak, mert a hüllők agya lényegében csak, mármint a tényleges hüllők agya, lényegében idáig jutott el a fejlődésben, és nem sokkal tovább. A hüllő agya az mindenképpen agresszív, támadó. Nem fér össze mással. Tehát megharcol a maga lehetőségeiért. Ezért nem tudom, ki mondta ezt a mondatot, de nyomozok utána, de nem találtam ezt a gondolatot, hogy az ember azóta igazán ember, amióta nem bunkos bonttal támad a másikra, hanem szavakkal. Ha a másik nekem ellenségem, vagy vetélytársam, érelemszerzésben, otthonteremtésben, szexben, stb., akkor zömmel, szavakkal támadunk rá, és nem bottal, gyilkossággal. Jó, nem mindig. Sajnos nem mindig. De ez mindenképpen a hüllőagy fölülírása. Ebből a következik az is, hogy az ember az egy nagyon békés faj, jól viseli a zsúfoltságot. Hát híres az a példa, hogyha Budapesten csúcsforgalom van a 7-es buszon, annyi csimpánz lenne, vagy gorilla lenne összezárva egy helyre, mint hány ember utazik a piros 7-esen túl csúcsforgalomban, hát akkor mire megérkeznek a végállomásig, addigra a gorillák közül csak egy maradt a életben. Nálunk ez nem így van, tehát időnként belülünk is kijön az állati agresszió, de sokkal jobban viseljük a zsúfoltságot, mint más állatfaj. Ezek nagyon hasznos tulajdonságok a törzsi társadalomban élés szempontjából. Hangsúlyozom, hogy a törzsön belüli viselkedés szempontjából rettentően fontosak. De ezek is közrejátszanak abban, hogy túlnépesedésre hajlamosak vagyunk, és be is következik. Tehát nem mindig. Tehát azért, mert nem viseljük el azért a... Nem csak a hát erről majd még később is beszélek, hogy a rohingyák esetében, meg az ujgurok esetében nem is annyira csak a zsúfoltságról van szó, bár arról is, hanem arról is, hogy másmilyenek. Vallásban, nyelvben, stb. Na, menjünk tovább. Az együttműködés az egy irtóztató fontos sajátság, ami kialakult a törzsi társadalomra való szocializálódásban. Mert hiszen éppen azt tette hatékonyá azt a törzset, hogy a törzsön belüliek megtanultak egymással együttműködni, és minél jobban tudtak együttműködni, annál nagyobb előnyben voltak más törzsökkel szemben. Tehát ez egy szelekciós erő volt, amely nyomta az embert arra felé, hogy minél tökéletesebb, minél több irányú együttműködésre legyen képes. Most ennek ma is vannak óriási pozitívumai. Hát itt Magyarországon van például egy nemzeti fenntartható fejlődési tanács. És az hál' Istennek tényleg olyan tanács, ahol nem csak a minisztérium szerepel, hanem szerepelnek civil szervezetek, szakértői szervezetek, önkormányzatok, egyházak, pártok, mindenféle szerepel. Tehát mindenki, akinek egyáltalán közel lehet ahhoz, hogy fenntartható fejlődésre álljon Magyarország, azok valahogy képviseltetik magukat ebben a tanácsban. Együttműködnek. Úgy, ahogy ne együttműködnek. Vagy hát ilyen nemzetközi szinten a Greenpeace.
nagyon koordinált együttműködés szükséges ahhoz, hogy a Greenpeace úgy tudjon működni, ahogy működik. Én lelkesen támogatom a Greenpeace-t, bár maga stílus, ahogy a Greenpeace védi a természetet, az nem az én stílusom, nem az én műfajom. Tehát én azt az agresszív természetvédő attitűdöt, amit a Greenpeace képvisel, azt én fontosnak tartom, mert ilyen is kell legyen a világban, de nem az én stílusom. Tehát én nem lépek be a Greenpeace-be, de támogatom őket. Vagy ilyen a Vörös Kereszt, vagy a Vörös Félhold. Nemzetközi szintű védekezés, együttműködés. És globális szinten pedig az ENSZ, meg a WHO, az egészségügyi világszervezet, vagy az oktatási világszervezet. Tehát ez működik, persze. Hál' Istennek van. Vagy például 1973-ban már megkötöttük a Washingtoni Egyezményt, amelyik a veszélyeztetett fajok, nem általában a fajok, a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelméről szóltak, hogy korlátozni kell a veszélyben lévő fajoknak az adásvételét nemzetközi szinten. Mert már 73-ban tudtuk azt, hogy bizonyos állatok azért kerültek a kipusztulás peremére, mert divatból szállítják külföldre azt a bizonyos állatot, vagy annak valamely részét. A prémiét, a farkát, a váladékát, a nem tudom miért, szóval ezért került veszélyes helyzetbe, ezért lett vörösfajos lista, egy csomó állatfaj, meg növényfaj is, a nemzetközi kereskedelem miatt. Tehát erre vigyázni kell. Vagy itt van a Párizsi Egyezmény, amelyiket most néhány évvel ezelőtt fogadtuk el, klímaügyben. Persze ez sem egy könnyű. Hát egy állandó kérdés az, hogy melyik ország csatlakozik hozzá, elfogadja, jóvá hagyatja a parlamenttel, vagy nem, kilép belőle, visszalép belőle, ugye az USA kilépett belőle, aztán most visszalép, hál' Istennek visszalép. De mindesetre vannak olyan nemzetközi egyezmények, amelyek azt jelzik, hogy mindenképpen együttműködésre van szükségünk, mert enélkül az ember földméretekben nem fog tudni fenntarthatóan élni. Helyileg lehetséges, hogy fog valaki, de olyan nagyon kevéssé lehetséges. Tehát ez a fenntarthatóság felé vezet, ez nagyon jó. Egy törzsi ösztönből, egy törzsi működéshez szükséges képességből egy fenntarthatóságot segítő tulajdonság lesz. Nagyon fontos. Mert hiszen a fenntarthatóság az planetáris mértékű együttműködésen is alapszik. Persze életmód és sok minden máson is alapszik, de a planetáris, ha úgy tetszik, globális együttműködés, az mindenképpen kell hozzá. Időnként a planetáris szót azért használom a globális helyet, mert a globalizáció, mint szó, már ugyanazt jelenti mind a kettő, hogy bolygó méretű, ugyanazt jelenti, csak más etimológiai háttérrel. Mert a globális szó már olyan sok negatív konnotációval rendelkezik, hogy félreérthető. Ezért használom inkább helyette azt, hogy planetáris, a földméretű együttműködés. A 8 milliárd ember együttműködése kell hozzá. Még mindig az együttműködés. 1992-ben volt a nagy Rio világkonferencia. A föld természeti állapotának, a bioszférának a megmentése érdekében. Ott nagyon sok minden fontos dolog történt. Például az is történt, hogy a szegény világ, a harmadik világ országai benyújtottak egy javaslatot, amelynek az volt a lényege, hogy országhatáron át tilos legyen veszélyes anyagokat vinni. Sugárzót, mérgezőt, azt ne szabadjon országhatáron át vinni. Ennek az a mondandója, az üzenet, hogy gyerekek, nekem nem baj az, hogyha te atomenergiát használsz, de akkor old meg a saját területeden belül. A hulladékot is. Mert most nem ez van. Most a világon még egyetlen ország sem oldotta meg a radioaktív hulladék problémájának a megoldását határain belül. Egyetlen ország sem. Sehol. Se az USA, sem Magyarország. Vagy hogy mérgező hulladékot például ne lehessen vinni másik országba. Ez teljesen logikus következmény, hogy használjad, rendben van, ha úgy döntesz, akkor használjad, de ne az én teremben. Old meg a saját határaidon belül. Beadtak egy másik javaslatot is. Hogy minden természeti kincs, gyógynövény, állati
állatokból származunk, és azért az országé legyen, és maradjon, ahol az van. Ha egy növény X országban terem, és nem máshol, akkor ennek a növénynek a gyógyászati értéke az azért az országé. Ne települhessen oda egy másik ország cége, amelyik elhasználja azt a növényt, ami tulajdonképpen nem az övé. Mindkettő nagyon logikus következmény és planetáris méretű, mértékű együttműködést igényel. Mi az eredmény? Az, hogy napirendi pontra se vették egyiket sem. Tehát az első világbeliek azonnal elhatárolódtak. Persze világos olyan értelemben, hogy hát gazdasági érdekeiket korlátozza egyik is, meg a másik is. Tehát azért ez az együttműködés sem megy olyan jó. Nem megy jó. Mert igen, ez nem a fenntarthatóság felé vezet. És sajnos rengeteg ilyen van. Szabálykövetés. Hát igen, ez is egy ősi jellemzője a törzsi társadalomnak. Csányi Vilmos nem egyszer hangsúlyozza azt, hogy az ember az egy szabálykövető állat. Megfogalmazunk szabályokat, elfogadunk szabályrendszereket, és azt követjük. Ez borzasztó fontos, mert kiszámíthatóvá teszi a viselkedésünket. A törzsön belüliek nagyon nagy mértékben bízhatnak abban, hogy azokat a szabályokat a többiek is betartják. Nagyon ősi a 10 parancsolat, ugye ez már az Ószövetségben benne van. Ez most már 3000 éves most már történet a 10 parancsolat. Nem részletezem, mert ez úgyis mindenki tudja, hogy miről szól. Azonban föltetően azt is tudja mindenki, hogy hát hol betartjuk, hol nem. De valamivel később, időszámításon kezdet előtt 270-230 között volt egy indiai király Asóka, aki nagy kőoszlopokra bevésette kőművesekkel az ő erkölcsi intermeit. A történelmi eseményeket is, de az erkölcsi intermeket is. Jó tanácsokat, előírásokat. És ezeket igyekezett is betartani és betartatni. Ilyeneket engedelmeskedj a szüleidnek. Tessenek figyelni, mi minden van, amit Asóka király előírt. Engedelmeskedj a szüleidnek, hát ezt a Ószövetség is mondja. Igazat mondj, ez is benne van a 10 parancsolatban. Tehát nagyon nagy különbség van Asóka együttműködésre, együttérésre vonatkozó javaslatai, törvényei között, meg a 10 parancsolat között. Hát ezt is hol követjük, hol nem követjük. Légy nagy lelkület, ez óriási. Hogy több mint 2000 évvel ezelőtt egy indiai király megfogalmazta azt a szabályt, törvényt, erkölcsi parancsot, hogy légy nagy lelkű. A barátaiddal, az ismerőseiddel, a rokonaiddal a szemben. Hát és ma is vannak törvények. Rengeteg. De parlamenti ülés szakonként 10-20-30-40-50 törvényt elfogad. Hát már lassan ki se látunk a rengeteg törvényből, ami ezt a szamaszt úgymond megparancsol nekünk, vagy szabályt ad. Hát aztán igen, melyiket betartjuk, melyiket nem. Mindegyiket. Nem megy igazán ez a sajátság. Még nem működik igazán. A következő nagyon fontos sajátság, ami a törzsi társadalom számára fontos volt, hogy kialakult, ez, hogy a saját érdeket a közérdek mögé tesszük. Tehát alárendeljük a saját érdekeinket a közérdeknek. Nem biztos, hogy mindig önszántunkból, néha erre kényszerítenek minket törvények, parancsok, büntetések, nem tudom, és rák, de mindesetre a törzsi társadalom erkölcs vagy működésrendjében is, erkölcsi rendjében is benne volt az a gondolat, hogy a törzs érdeke az fontosabb, mint az én érdekem. Na most mondok rá pozitív példákat. Ötös Loránd a torziós ingát, ami óriási gazdasági hasznot is jelent a használó cégeknek. Kőolajforrások föltárására, ásványkincsek föltárására, stb. A torziós inga. Ezt Ötös Loránd nem szabadalmaztatta. Azt mondta, hogy ez legyen az emberiség közös kincse. De ugyanígy van a szabin cseppekkel is. A szalk vakcinával is. Tehát a gyermekvédelem elleni
orvosságokkal is így volt annak idején. Hogy akik azt előállították, amerikaiak voltak, de aztán végül is Oroszországban gyártották, Szovjetunióban, pontosabban, nem szabadalmaztották. Ugyanezen az, hogy mondjam, emberiességi együttműködési ellen. Hogy hát kedveseim, hát gyerekek életéről, egészségéről van szó. Hát nehogy már, azért mert én rájöttem, nehogy már kisajátítsam magamnak ennek az erőnyeit, további erőnyeit. Nem szabad felhasználású. Amikor az inzulint felfedezték, mármint elő tudták állítani, hogy mi a szerkezete, és hogyan kell szintetizálni, hogyan lehet szintetizálni, akkor nem szabadalmaztatták. Egyébként nem szintetizálják ma az inzulint a cukorbetegek számára, hanem genetikailag módosított baktériumokkal állítatjuk elő, de ez most nem változtatva van, hogy az inzulin felfedezője az egy hogy mondta a sóka? Vagy légy nagy lelkű. Hát igen. Hát ő nagy lelkű volt. Azt mondta, hogy én ugye rengeteg pénzt megszereznék ettől, de nem. Ez legyen közös különbség. De. Millió és millió szabadalmaztatott találmányban. Érthető, persze. Ő megdolgozott azért a felfedezésért, és akkor ő akarja élvezni annak az erőnyét. Azt a sok pénzt, amit kap érte. Érthető és meg nem is érthető. A multiknak, a óriási multiszervezetek esetében egyértelműen arról van szó, hogy ott szó sincs közérdekről. Mármint hát a közérdek ott a maga a multi, ott a multi viselkedik törzsként. A multit nem érdekli a saját tagjain kívüli emberek érdekel. De érthető, mert nem kötődik sehova se, csak önmagához. Ugye ott nincs törzs, önmaga a törzs. Szabadkereskedelmi egyezmények. Kontinensek között, országok között szabadkereskedelmi egyezmények. Amelyek mind arról szólnak, hogy felszabadítunk mindenfajta áruszállítást. Oda szállítasz, ahova akarsz. És azt, amit akarsz. Ez nagyon veszélyes dolog. Nagyon veszélyes, mert mindig túltermelésre, stb. Vezet. És ezt egyáltalán az egész neoliberális piacgazdaság, amelyik azt mondja, hogy nem, az állam csak ne avatkozom bele abba, hogy a piac hogyan alakul, ne fékezzen semmit az égett a világon, majd a piac az eldönti. Hát nem dönti el, ezt nagyon jól tudjuk. Csak nagyon kis mértékben dönti el. Ez mind azt arról szól, amit a de alatt van, hogy nincs a rendszer mögött egy törzs, kilépünk a törzsi keretből, és abban a pillanatban nem érvényes az, hogy a többiek érdekét is figyelembe kell venni. Ez túlfogyasztáshoz is vezet, meg sok minden máshoz is. Országok kizsákmányolásával is. Még mindig ebbe a témába körbe tartozik, tehát hogy a saját érdekét hátrasorolása, hogy ahol a társadalomban egyenlőtlenségek vannak, az időnként megszalad. És társadalom rombolóvá válnak az egyenlőtlenségek. Hangsúlyozom, hogy az egyenlőtlenség önmagában, tehát az, hogy az emberek lehetőségekben, gazdagságban, vagyonban, stb. Nem egyenlő szinten vannak, ez önmagában nem baj. Azért nem baj, mert erőfeszítésre készteti azt, aki lejjebb van, hogy utolérje a nála följebb lévőt. Persze akkor, hogyha reálisnak látja azt, hogy utolérje, legalább a következő lépcsőfokot elérje, utolérje. Ám ha nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, az nem jó. Tehát a nagyon nagy egyenlőtlenség esetében elképesztő státuszharc alakul. Növekszik a stressz. Olyan nagy egyenlőtlenségek vannak a rétegek között, hogy az alsóbb rétegben lévő ember meg se célozza azt, hogy följebb kerüljön. Belátható, hogy mondjam, reménytelen számára. Reménytelen, kilátástalan küzdelem lenne, mert úgyse sikerül. És minél nagyobb egyenlőtlenségek vannak a társadalomon belül, annál inkább ez rögzíti az egyes szinten lévő társadalmi rétegek helyzetét, tehát a mobilitás a szintek között egyre lehetetlenebb. De a növekvő stressz nem csak a szegényeket érinti. Nem csak őket érinti az a gondolat, hogy nem tudok följebb jutni. Mert nem enged ez a rendszer. A gazdagokat is. Mert a gazdag rétege között is akkora
egyenlőtlenség van, hogy ő se tudja megcélozni azt, hogy egy még följebb lévő szintre jusson el. Tehát ebből következik az, Wilkinson és Pickett könyvéből vettem a gondolatot, hogy egyenlőtlen, mármint nagyon egyenlőtlen társadalomban gazdagnak lenni is rosszabb. A gazdagok ugyanolyan frusztráltak, mint a szegények. Mert ő fölöttük is olyan rétegek vannak, amelyeket ő meg se tud célozni. Ferges Zsuzsa, aki most 90 éves. Tegnap vagy mikor volt a születésnapja. Ferges Zsuzsa mondotta ezt, hogy a kevesebb egyenlőtlenség a több szabadság feltétele. Tehát ő is megfogalmazta azt a gondolatot, hogy az a fajta szabadság, ami minden egészséges, fenntartható társadalom sajátsága kell legyen, az csak akkor létezhet, csak akkor működőképes, hogyha nincsenek nagy egyenlőtlenségek. Na, menjünk tovább. Igen, tehát ez társadalmi fenntarthatatlanság. Ez azért fontos gondolat, biztos, hogy a társadalmi fenntarthatatlanságnak más tényezői is vannak. Én most csak ezt az egyet ragadtam ki, erről tudok a legtöbbet, hogy az egyenlőtlenség az egy fenntarthatatlanságot okozó tényező. A nagy egyenlőtlenség. Következő ilyen sajátság az, hogy ők, tehát a nem mi és ők, az ők azok rosszak, azok nem jók. A törzsi társadalomban ez irtózatlan fontos volt. Tehát 20 000 évvel ezelőtt a különböző viszonylag elkülönült helyen élő törzsek számára ez egy csoportképző erő volt. Azt tartotta össze a törzset, hogy a többieket meg rosszak tartották. A többiek azok ellenségek, a többiek azok rosszak, azok rosszul csinálják. Azok bűnösek, azok gonoszak, stb. Tehát az, hogy elítélik az őket, a másik törzset, ez irtóztató fontos volt akkor 20 000 évvel ez. Nagyon fontos volt. Nem véletlen, hogy kialakult ez a sajátság. Hogy aki mi közénk tartozik, aki a mi kutyánkölyke, aki olyan, mint mi, az jó. Mindenki, aki másmilyen, aki másképp gondolkodik, az nem, az rossz, az fúj. Vegyük észre egyébként, hogy ez a fejlődés lélektan van a kiskamaszoknak, a 12 éves kiskölyköknek a sajátja. Ez, amit Molnár Ferenc a Pál utcai fiúkban olyan gyönyörű elejé. Hogy aki vörös inget hord, az haver. Aki nem hord, az pusztuljon innen. Az nem mi közénk tartozik. Tehát így van, ez a kiskamaszok szempontjából, kiskamasz életkorban, mert ők vetékezésre vannak berendezkedve, mint a hajdani törzsek. Ez az ő esetükben ez egy normális dolog, hogy minden más miatt rossz megtartanak. De ha már valaki kinőtt a kiskamaszkorból, akkor ez már nem normális. Akkor ez már egy retardált viselkedés volt. Mert tapasztaljuk azt, hogy nehezen működik ennek a törzsi ösztönnek a meghaladása. Tehát önmagunkon is tapasztaljuk időnként, hogy van bennünk valami ellenérzés a nem olyanokkal szemben, akik mi vagyunk. Egy nagyon kedves ismerősöm mesélte a múltkor, hogy elment valahova vidékre, Miskolc környékére egy olyan pályázati eredmény hirdetésre, amely cigány közösségek fejlesztő munkájáról szólt. És akkor ennek a díjkiosztási ünnepsége volt, és ott volt 8-10-12 különböző cigány szervezet, akik nagyon jó terveket készítettek, és nagyon jó projekteket futtattak le, ennek a pályázatnak köszönhetően. És akkor elment oda, és örült ezeknek, hogy milyen jó eredményeket értek el. És azt mondja nekem egyszerű, hogy te András, egyszer körülnéztem ott, ahogy ültem a nézőközönségben, és láttam, hogy körülöttem csupa cigány van. Nem láttam a teremben más magamon kívül csak ezeket a cigányokat. És bevallom neked, hogy bennem furcsa érzés volt. Most lehetséges, hogy ez egy rejtett rasszizmus? Kérdezi tőlem. Mondom neki, persze, ez egy rejtett rasszizmus, igen. Ez az ők rosszak című törzsi viselkedésnek az ösztön, ami bennünk van. Mindenkiben benne van. De meg lehet haladni. Benned is van ez az ösztön. Persze van. De meghaladod. Csak egy furcsa érzés marad benned. És nem az, hogy aktiválod magad az ellenérzésedben. A rasszizmus az aktiválja magát, igen. Az élet stílusává alakítja ezt, hogy ők rosszak elve. Láttam egy filmet, a Man to Man, magyarul lélektől lélekig, 2005-ös film.
Valamikor az 1700-as évek végén, úgy nagyjából, most nem tudom pontosan, angol emberek elmennek Afrikába, és elrabolnak egy kistermetű néger férfit és nőt. Elrabolják, és elviszik Angliába, és kísérleteket, megfigyeléseket végeznek rajtuk, hogy ezek is emberek, tényleg? Tehát nem is rossz indulatból, hanem tudományos kíváncsiságból, de azért ebben mégis valami döbbenetes háttere van ennek, hogy számára fölmerült az a föltételezés, hogy hát ha a vizsgálatból az derül ki, hogy ezek a feketék, ezek a pigmeusok, ezek nem is igazán emberek. Hát igen. Következő nagyon fontos téma az, hogy amire az evolúció szocializált, fejlesztett minket, hogy tedd, amire képes vagy. Amit meg tudsz tenni, az tedd meg. Világos, mert olyan körülmények között fejlődtünk, ahol nagyon szükek voltak a lehetőségek. Tehát ott mindent meg kellett próbálni, amit meg tudunk próbálni. Ez a fejlődés motorja, igen. Próbálkozunk, hibázunk, megint próbálkozunk másképpen. Ez az alapvető tanulás. Hogy teszem, és a hibáimból tanulok. Persze. De a 20. században eljutottunk oda, hogy a tudomány elkezdett gondolkodni azon, a tudósok elkezdtek gondolkodni azon, hogy önmagukat korlátozni kell. Erkölcsi okokból. Morális önkorlátozásra van szükség. Az első ilyen téma az atomfizika volt, amikor már közel álltunk 1938-ban az atomrobbantások lehetőségéhez. A nukleáris kísérletekhez. És megfogalmazódott egy konferencián az a gondolat, hogy gyerekek, ezt gondoljuk végig. Nem lehetséges, hogy vannak olyan atommaggal kapcsolatos, anyagszerkezettel kapcsolatos kísérletek, vizsgálódások, amelyeket le kellene állítani. Amelyeket nem szabadna csinálni, mert lehetséges, hogy több a veszélye, mint amennyi a haszna. Vagyis a tudása vágyat és korlátok közé akarják szorítani. Vagy az Azirománi konferencia 1975-ben, amikor a DNS szerkezetét kezdtük megérteni, hogy működik az öröklődés, akkor a genetikusok fogalmazták meg ugyanezt a kérdést. Hogy gyerekek, vigyázzunk, ha most Istent játszunk. Hát már lassan ott tartunk, hogy befolyásolni tudjuk az embereknek a genetikai állományát, amit a természet dolgozott ki. Nem lehetséges, hogy itt valamit korlátozni kellene? Hát nem olyan egyszerű. Odáig jutottunk 1990-re, hát már az is 30 évvel ezelőtt volt, hogy genetikailag módosított baktériumokat használunk. Például az inzulinnak a termelésére. Tehát beépítettünk ártalmatlan, ember számára ártalmatlan baktériumokba egy olyan gént, amelyik az inzulin, az egy fehérje, az inzulin termelését végzi. Ennek a baktériumnak semmi köze az inzulinhoz, nincs rá szüksége, egyáltalán nincs rá szüksége, de hát ha benne van a gén, akkor azt termeli. Meg van egy olyan öröklődő genetikai betegség, vagy véralvadás betegség, aminek az egyik faktorát szintén baktériumokkal termeltetjük. GMO baktériumokkal. Fantasztikus eredmény. Most olvasom, hogy amerikai vagy nem tudom milyen kutatók azon dolgoznak, hogy két fekete lyuk között kvantum teleportálást létesítsenek. Lassan már nem is értjük, miről van szó egy átlag ember. Mert azt, hogy kvantum teleportálás, ezt jópofán mindig mondogatjuk egymásnak, igen, ez az olyan fantasztikus dolog, hogy egyszerre van itt, meg ott, meg az időt legyőzze, oda tűnik, meg egy pillanat nem időbe telik az, hogy itt is van, oda érkezik. És lehetséges, hogy ezt meg fogjuk valósítani mi emberek a két fekete lyuk között. Döbbenetes. Ijesztő. Elképesztő, lenyűgöző és ijesztő egyszerre. Vagy 2006-ra kidolgozták annak a módját, hogy nem kell embrióból kivenni őssejtet. Vagy nem kell magzatelhajtáskor kivett szövetekből kivenni őssejteket. Mert ugye az erkölcsileg természetesen megkérdőjelezhető. Hanem felnőtt egyed sejtjéből, az én felnőtt bőrsejtemből
megfelelő körülmények közé helyezve, tulajdonképpen vissza tudják vezetni őssejt állapotban. Ennek 2006-ban kidolgozták a technikáját. És ebből az következik, hogy ma ilyen indukált mesterséges őssejtből elő tudunk állítani izomszövetet. Szívizomszövetet is. Egy szívinfarktus szenvedett embernek a szívizomzatát tudjuk pótolni abból az emberből kivett izomsejtből, tenyésztett izom, mesterséges izom, vagy gyártott őssejtből tenyésztett izomszövettel. Idegszövetet is tudunk tenyészteni őssejtből. Vagy azt, hogy valakit hogy kell gyógyítani, azt egy ilyen indukált őssejtből kapott szöveten fogják vizsgálni. Tehát nem magán az emberen végzik a gyógyszerkísérletet, hanem ő belőle kivesznek egy sejtet, azt megfelelő körülmények között közé helyezve visszaalakítják őssejté. Ugye az őssejt, ezt nem mondtam, az őssejt az egy olyan differenciálatlan sejt, ami fejlődésileg még válhat bőrsejté, izomsejté, idegsejté, mirigysejté, ámsejté, mindenfélévé alakulhat, mert még nem differenciálatlan. Tehát egy ilyen őssejtből kapott szövettenyészeten fogják kipróbálni azokat a gyógyszereket, amikkel kapcsolatban kíváncsiak, hogy ezt az embert meggyógyítja, vagy sem. Tehát modellezni tudják a betegségét, meg a terápiáját. Nem rajta kell végezni a kísérletet, hanem egy őssejtként. De ugyanez az indukált őssejt lehetőséget ad a klónozásra. Tudni, akár még ivarsejtet is tudunk előállítani, őssejt ivarsejtet. Döbbenetes. És ezt föl tudjuk használni terápiás célra, de reproduktív klónozásra is. Tehát gyógyítási célra is, meg arra is, hogy egy ugyanolyan utódot hozzunk létre. Vagy egy ugyanolyan szervet például. 2020-ban eljutottunk oda, hogy a kémiai Nobel-díjat két tulajdonképpen biokémikus kapott, nem is igazán kémiai Nobel-díja, mégis kémiai Nobel-díjat kaptak, két hölgy kidolgozta ezt a CRISPR-Cas9 technikát, ami célzott génszerkesztés. Tehát azt mondja, nem vaktában vagdosunk ki a DNS-ből részleteket, meg egyéb ilyeneket. Nem vaktában durva kés, finom, persze jó nyilván finom késekkel, hanem pontosan meg tudjuk céloztatni egy enzimmel azt, hogy hol vágja el a DNS-t. És meg tudjuk tanítani a másik enzimet arra, hogy hova építse be azt, amit én be akarok építeni. Tehát olyan, mintha a számítógépen ezt szóban kicserélek egy hibás betűt a jó betűre. Ki tudom vágni azt az egy betűt, és be tudom helyette rakni azt a jó betűt, ami értelmesíteti azt a gép. Erre ma már technikai lehetőségünk van. 2018-ban kitört a világ háborúskodása, botrány volt, mert Kínában egy éces apa gyerekeket szeretett volna, és akkor ez lombik bébi technikát választottak, persze, úgyhogy hogy üvegben megtörtént a megtermékenyítés, megvárták, amíg abból lett egy zigóta, szedercsíra, vagy tamár zigótánál is csinálták, zigóta állapotban egy gént kiütöttek, ezzel a célzott génszerkesztés. Csak azt az egy gént, ahol a hív támadni tud. Azt kiütötték, az nem működik. Ezért ezt a gyerekeket a hív nem tudja megtámadni. Mert az ő genetikai állományukban nincs az a gén, amelyik lehetővé teszi azt, hogy a HIV vírus az valahova megtapadjon. Ugye most a koronavírussal kapcsolatban tudjuk, hogy minden egy vírus esetében az a kulcskérdés, hogy megtalálja-e a gazdasejt felszínén azt a pontot, ahol ő rögzül. Na, ezekben a lányokban ilyen nincsen, amit a HIV-vel szemben. Na jó, de ez akkor mégiscsak emberen való kísérletezés. Hát valamilyen szempontból igen. Na más, még mindig a TED, amire képes vagyok. A technicisták alapelve és a környezetvédők alapelve nem egyezik egymással. Ezt mondja a technicista. Vagyis az azt jelenti, hogy addig nyugodtan használjuk, amíg nincs bizonyíték arról, hogy ez ártalmas. Ebben van valami rizikó. A környezetvédő az nem így gondolkodik. Az nem így gondolkodik. Azt mondja, amíg,
amíg nem tudjuk biztosan azt, hogy nem árt semmi, hogy nincs ártalma, attól igazi, inkább ne használjuk erővigyázatosságot. Vagyis a tedd, amire képes vagy, ez a fantasztikusan nagy sajátságunk, de kérdés, hogy ez mennyiben vezet, mennyiben nem vezet a fenntartatóságra. Na, gyorsítok már, mert már 3-4 órával tartok, és abba hagyjam? ne hagyjam, mert még van 2-3 mondom. Az ember egyik lényeges sajátsága az, hogy nem alkalmazkodik biológiailag a körülményekhez, hanem változtat a körülményeken. Ez azt jelenti, hogy lassú evolúció helyett egy gyors technikai megoldást alkalmaz. Nem, tehát eszköz használat például, aminek a lustaság óriási motorja. Hát ebből adódik a technikai fejlődésünk, de ebből adódik a digitális szemét is. Vagy a természetes szelekció helyette eszközöket használunk. Például protézist. Valamilyen szerv működése helyette protézist. Szemű. A protézis az nem csak a fog helyére van, bár leginkább arra szoktuk mondani, az a protézis, de minden pótlék, technikai pótlék, a combcsont helyére beültetett fém, a mesterséges szív, a pacemaker, stb. A szemüveg, az mind protézis. A protézis azt mondja, hogy valaminek az érdekében az a helyre beteszünk. Az orvoslás helyett, orvoslás célból inzulint adunk a természet gyógyító hatása helyett. Szeretetet adunk. Vagyis azt mondja, hogy lényegében nem hagyjuk működni a természet kiválasztó hatását. Attól, hogy valakinek nem jó a szeme, nem csökken a szaporodási képessége. Attól, hogy valaki cukorbeteg, nem csökken az utódnemzési képessége és utódnevelési képessége. Attól, hogy valaki végletesen beteg, mondjuk Down-kóros, vagy tehetetlen öreg, vagy sérült, attól még életben van. De ebből az következik, hogy minthogy nem működik, vagy fékezetten működik a természetes szelekció, ez azt mondja, hogy az emberiségnek a genetikai állománya romlik. A beteg rossz tulajdonságért felelős gének egyre nagyobb arányban vannak benne. Ebből azt következik, hogy az ember fenntartósága érdekében foglalkozunk-e azzal a kérdéssel, hogy mi legyen az eugenikával. Ugye az eugenika a jógén elméletet a Hitler fasizmus lejáratta, mert ők aljas célokra használták ezt a fogalmat. Most az a feladatunk, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy ez jó célra, emberi, humánus célra hogyan lehet használni. Mit kell, és mit nem szabad tenni. Előre gondolkodás. Hát igen, ez egy nagyon fontos emberi sajátság, ami az evolúciónkban alakult ki. Sakkozók 10 lépésig előre gondolkodnak, majd összesen 20-ig. Én 10-et, ő 10-et. És fejben végigátsz az egészet. Döbbenetes. Hát ilyen például a tervezett elaborás is. Az is előre gondolkodás. Ami a szemetet termeli. Az 5 év múlva nem működik a nyomtatógépem, nem azért, mert már elromlott, hanem azért, mert úgy tervezték meg, hogy 5 év múlva már rossz legyen. Ez van az autóknál, a mobiltelefonoknál, mindenfajta ilyen szerkezetnél ez van. Úgy tervezik meg, hogy néhány év múlva elromoljon. Aztán itt vannak a klímaváltozás fenyegető jelei. Hogy reagálunk? Sehogy. Alig. Tapasztaljuk a biodiverzitás csökkentés ijesztő adatait. Kétségbejtő. Hogy reagálunk? Alig. Vagyis azt kell mondanom, hogy óriási feladatunk az, hogy megtanítsuk önmagunkat térben és időben távlatosan gondolkodni. Előre gondolkodni. Igazán előre gondolkodni. Lehetséges, hogy a törzsi társadalomban ez még ment, elegendő volt, a mai körülmények között nem elegendő az a fajta előre gondolkodás, amit annak idején megtanultunk. És végül az ember alkalmas arra, hogy bonyolult hiedelmeket fogalmazzon meg magában. Ezt is Csányi Vilmos mondja. A hiedelmek alatt nem negatív szó, Csányi Vilmos szempontjából, hanem az, amiben hiszünk. Akár jó, akár rossz. Nagyon bonyolult hiedelemrendszereket dolgozunk magunknak. Vagyis, igen, meg kellene néznünk azt, hogy a
különböző vallások szerint hol van az ember helye a világban és a többi élőlény között. Az elvevők és meghagyók. Daniel Quinn Izmael című könyvéből van az a két fogalom, hogy elvevők és meghagyók. Az elvevők, akik maguknak elveszik a világ értékeit, a meghagyók pedig, akik meghagyják a többieknek meg a jövendő nemzedéket. Ezt érdemes elolvasni. De ebbe én most nem megyek bele, mert a vallásokról majd a következő alkalommal fog beszélni. De még megemlítek például ilyen bal hiedelmeket, hogy mennyire eltorzulnak ezek a bonyolult hiedelmek. Azt mondja nekem egy kedves ismerősöm, azt mondja, hogy mikor én beszélek arról, hogy katasztrófa közeli állapotban van az ökoszisztéma, az egész bioszféra, katasztrófa közeli állapotban. Akkor ő, mint Isten hívő, azt mondja nekem, hogy hát csak nem gondolod, hogy az ember el tudja rontani az Isten alkotását. Akkor hogy jönnénk ahhoz, kicsi porszem az ember, nem tudja elrontani az Isten alkotását. Hát, fene tudja. Meg hát így a vírussal kapcsolatban ez is. Na hát nyilván a kínaiak fejlesztették ki. Ez makacs föltételezés, hogy kínaiak fejlesztették ki. Tessenek majd elolvasni mértékadó víruskutatóknak a véleményét, akik azt mondják, hogy nincs kizárva ennek a lehetősége. Persze, ez is egy létező lehetőség. De semmi fajta adat nem mutat arra, hogy ez mesterséges gyártmány lenne. Tudunk vírusokat módosítani, tudunk vírusokat gyártani, módosított vírusokat, de azoknak mindig ott van a gén szerkezetében az árulkodó jel, hogy ezt ember csinálta. Itt pedig egyelőre nincsen, ezt nem látunk. Na most akkor hogyan válaszunk erre a kérdésre, hogy a fenntarthatatlanság a most sorsunk vagy bűnünk? Nehéz megmondani. Valamennyire sorsunk is, de alapvetően nem. Valamennyire az evolúcióban szerzett sajátságaink is hajtanak minket a fenntarthatatlanság felé, de az, hogy ezt ilyen módon kihasználjuk, ez lényegében a mi bűnünk. Változtatunk el rajta. Köszönöm szépen.